léptennyomon bárhol nyilatkoznak a Diósgyőri játékosok, vagy lehet olvasni a Diósgyőr csapatáról bármilyen hírt. Egyöntetű a vélemény, hogy idén ez már nem elégséges, tehát ennél többet szeretnének. Nemzetközi kupát, ott jön a beadás! Galajca! Haj, de nagy védés! Káprázatosan jön, bizony! Az első igazán nagy gólszerzési lehetőség. Diósgyőri szempontból. Az viszont reméli helyzete! Innen látjuk majd igazán. Bizony nem sok kellett ahhoz. Patrik volt az, aki picit figyelmetlenül ért a labdához, és így került vissza Gosztonyihoz. Na nézzük akkor Löke szabadrugását. Egy jó beívelése volt már a spanyolnak. Hát erre magam is kíváncsi leszek, hogy hogy jött ki. Itt a becsavart labda. Megpattant szerintem, nem biztos, hogy nem Balajca védett, de szerintem a kapufáról vágódott ki ez a labda. Hát ilyen volt már egy jó szabadrúgása Lukének. És ez ott a gól. Harmadjára már gólra váltják. A rögzített szituációt a hazaiak. Fernando csak úgy, mint egy évvel ezelőtt, illetve az előző szezonban egészen pontosan ezúttal is beveszi Balajca Szabolcs kapuját. És megszerzi a vezetést a Diósgyőrnek a 29. percben. Szabadrúgást végezhettek el a hazaiak eddig az első félidőben, és mind a háromból gól születhetett volna. Először Balajca, aztán a kapufa, most viszont már sem Balajca Szabolcs, sem a kapufa nem tud menteni. 1-0. Megszerzi tehát a vezetést a Diósgyőr együttese. Vermes. A szép váltás, bizony szép váltás, Brosmans, Balog, megtartja Góhér mellett a labdát, Balog teszi be, nincs fejes. Vermesnek pedig fel kell állni, mert megy tovább a játék. Hát, piros. Nem sikerül Neymarnak a bemutatkozás. Az igazáró bemutatkozások pedig nyitó, komolyabb lenne a baj. Felesleges mozdulat. Hát nem. Ezt nem is értem, megmondom őszintén, mit gondolt. Ez. Rubánszki megigazgatja a sorfalat, Kabát Péter pedig azért innen rúgott már gólt pályafutása során. Nézzük ezt a szabadrúgást! Kapufa! Vermes! És ott az egyenlítő gól! Vermes Krisztián ember hátrányban! Egy! Ez már önmagában gólt érdemelt volna, kijön, és mit csinálnak ott a diósgyőriek? Szejdi elindul hátrafele, így nem is láthatja, hogy jön Vermes, ő pedig nemes egyszerűséggel megelőzi a Hóri Orgas támadót. Fernando. Szejdi leveszi a labdát, elviszi. Balajca mellett is, de már nagyon kisodródott. Veám Szejdi, itt csak az oldalhálóig jutott a labda. Az első nagy Diósgyőri gólszerzési lehetőség a második félidőben, remek csatárteljesítmény. Nem sikerült már eltalálni jól a labdát. Nagy Tamás. Hmm.
Az egyelőre jól néz ki bizony. Hoppá, Luke! Oly, szélvész gyorsan, ott a visszatett labda, gól! Ezek a Diósgyőr, Riad Szeidi! Meghúzta José Juan Luke a bal oldalon. Aztán Mesteri Endet középre, és Riad Szeidi ismét vezetést szerez a Diósgyőrnek. 2-1 a 65. percben. Ezúttal Krasmász sem tudott segíteni. És hát ezért nem feltétlenül jó ember hátrányban futballozni, mert egy ilyen helyzetben ott biztos, hogy valaki egyedül marad, valakire nem jut majd védő. Ezúttal Szeidi volt az. Szépen felpasszolt, és a lét segítségével a labda be is került a papuba. Ez viszont nem lesz, mert Balogh beragad. Bacsa viheti a labdát, ez Itzer el tudja lőni mellé. Rögtön az első labda érintéséből akár gólt szerezhetett volna. Óriási mentés Brosmans. Túl azon, hogy a második... Ez ugye a Luke elhagyta már a játékteret. Azzal Gróér Gergő feladata elvégezni a sarokrúgást. Jól is jön be a labda, ott a csúsztatás! Bizony! Ez sem volt veszélytelen. Jól láttam, bizony, akkor Ferrando érkezett? Igen, ő érkezett itt. Brosmans. Na, az jó lehet, ott az egy lövőhelyzet, bizony, lövőhelyzet mellé! Elmegy keresztbe, óriási lehetőség maradt ki. Hogy ez kimaradhatott. Gyönyörűen fejelik tovább a labdát, Zavosnyi Balázs, ugye, aki imént állt be csereként, és a lövés is tökéletes, milliméterekkel megy mellé. Közben már Gosztonyi a labdával, és fordít a túloldalra. Szép labda levétel. Tisza, ott a lövés, Talajca. Tisza szerzi vissza. Nincs, 11-es szöglet. Lehet. Na nézzük akkor itt mi történt. Tisza, ez még a lövés. Irtó jól eltalálja. Bravúr kellett Balajcától. Hát, Fernando, Elek, nagyon szépen teszi ki Bacsa. Elek megy bent középen, Fernando, és megnézte. Volt pontos lövés Fernandótól. Hát megtart a sőzben a labdát, jöhet is a beadás, ott a fejez, mellé! Az utolsó perc elején kimarad egy újabb gólszerzési lehetőség, és Sisa Tibor rettentő mérges. Labát megtartotta a labdát, hajszá pontos a beadása, és a fejes is a csereként beállt Zámosnyi Balástól, szinte tökéletes.